Sziasztok, Máté vagyok, és folytassuk tovább a Szakrednek a végigjátszását. Azzal kezdjük, hogy ide bemegyünk, itt nagyon sok érdemel ott felülni a lóra. De hát, ha már itt vagyunk, akkor miért ne, mert megtehetjük. És ez az, hol van a következő célpont. Itt. Tökéletes. Lehetséges, hogy furcsa lesz a hangom, mert új mikrofonom van. Úgyhogy, ja, nem, hogy én is kíváncsi vagyok rá, hogy milyen hangja van. Vettem pár próba videót, de hát annyira nem tetszett, nem lett túl jó. Nem beszéltem valami élénkem, nem mint így. Ez az... Hasítsunk bele. Ez az, megint ott egy egér. Na, azt hittem, hogy nem működik a billentyűzetem. Öl minket egy kemény pók, meg... Amúgy ez mi? Visszanéztem videóimat, de még mindig nem jöttem rá, hogy mi ez, egy farkas ember, vagy... nagyon nem, várjatok? Egy női farkas kutya. Farkas kutya? Ez de szép volt. Jó, van. Na, és akkor itt haldokló embert kellett, azt hiszem, ne a pacira szállj fel, most megint megittam valami értelmes dolgot, amit nem kellett volna. Kidobta a lelkét, na, mit kellett csinálni? Elvinni ide. Oké, és közben felvesszük ezt a másikat is, ami itt volt, lejjebb egy picivel. Na. Hasítsunk bele. Na. Milyen ellenség falka volt ott. Átléptünk egy újabb dimenzióba. Itt vannak kereskedők. Ami jó, mert szerintem van pár cuccom, amit el kéne adni. Hát ja, kegyetlen sok olyan cuccom van, amit el kéne adni. Segítünk ezeknek a szegény embereknek, mert bajban vannak, na. Mint ahogy szoktam meg ki, az mi a franc? Ez mi? De mi mellé van betéve? Ja. Jó, most ezt kipróbáljuk. Ó, oh, figyeljétek, mekkora menő, valahogy kilépek. Mekkora király már, szegény tehenünk is bejött, na mindegy. Ezt visszacseréljük. Úgyhogy addig is, ja. Visszatérve én kicsit tanulmányoztam egy-két percben, itt a dobozt, hogy milyen is ez a mikrofon, hát... Elnézve... 30 Hz-től 16.000 Hz-ig vesz, ami elég jó. Ami egy ilyen mikrofonhoz képest, csinálok róla majd egy unboxingot nektek. Vagyis inkább már van róla csinálva. Azt szerintem holnap teszem fel. Úgyhogy, ja... valami kegyetlen jól néz ki. Ilyen pici, praktikus, nem tudom milyen, de a hangja jó. Még nagyjából minden egyes cucca is jó, amit olvastam róla. Felszedtünk egy dolgot. Jól van. Hát meglátjuk, hogy mit csinál, és hogy mire lesz jó. Meg hogy egyáltalán milyen hangja lesz. Én mondjuk nagyjából arra vagyok kíváncsi. Eddig az volt a túró, hogy bármilyen mikrofon néztem, mindig ilyen dörmögős hangom volt benne, vagy ilyen mély. Úgyhogy el kell fogadnom, hogy ilyen a hangom, hát... Ezzel is meg kell
barátkoznom, na mindegy. Hogy eszed az életem? Ez hogy nyitottam meg? De azért figyeljetek, még chatet is megnyitottam, meg mindent. Jó, egyet, a három, akkor ilyen embereket kell Nem rossz, mert a 56 decibelig erősít, amit szerintem elég szépen meg fogtok hallani minden egyes kis cuccot, bármi is történik itt a közelembe. Úgyhogy ez elég jó. Én ennek nagyon nem fogok örülni. Majd nem tudom, majd visszahallgatom, hogy mi mennyire hallatszólik. Az a lényeg, hogy az én hangom hallatszódjon tökéletesen. Azt azért még megnézem. Ha lehet majd hallani egy csipogást, akkor elég jó. Na, te farkas kutya... mi volt? Nem tudtam elolvasni, mert leöltem. Na. Hasítsunk bele, mit kell csinálni? Remélem, hogy föld alatti... Nem bírok rá kattintani. Jól, aha. Ja nem, az a föld alatti. De nem tudom, hogy hol kell oda bemenni, ezért körülnézek. Mekkora range van ennek a Z-nak? Ne, ne, állj már meg, na. Oda lőjé, tökéletes. Megtámadott egy Black Bear. És akkor jön a jó kis zene, amit megszoktunk a Sacredből. Hasítsunk bele, na. Ez úgy néz ki, mint egy giga nagy macska. Most nem bírom megütni. Ha, jó a pálya kialakítás, mert ez a 3D annyira nem sikerült nekik jó normálisan megcsinálni. Hát ez a tereptárgyak, néha nem lehet szó szerint semmit csinálni emiatt, mert vagy lelövöd a cuccot, mármint belelövöd a földbe, vagy nem találod el, vagy akkora hülyeségek vannak, hogy hihetetlen. Pont a másik irányba, kicsit lemossuk a lábunkat, fürdünk egy jót. Úgyhogy, ja, megyünk a vízben. És a vízben ugye mindig vannak egerek, amiket mindig le kell lőni, mert irritálóak. Fertőzik a vizet. Mondjuk, ha megöljük, azzal is fertőzzük, de hát... Mindegy, fertőzik, az a lényeg. Na. Remélem, ilyen jó hangok is benne lesznek, mint hogy a kutya végig rohan a parkettán, és... ilyen kis jó csörömpölő hangok, hát, ha lehet hallani. Ez ilyen... Máté hang... hangbemutatásai. Na. Közben régi vinyomról megmentettem a szakredeket. Mint a mentéseket, volt egy 1-es szintű, meg egy 14-es szintű high gap. Na, mi a bánat volt ez? Egy high gap, azokat sikeresen meg tudtam menteni. És itt vannak a mentésekbe. Igaz, hogy át kellett irogatnom a fájait, mert ki ne menjek. Mert úgy menti, hogy Sacred Player 1, aztán csinál valami infótömböt, az is egy, és ezt a két fájt át kellett írni kettőre. Vagy nem, kettőre kellett, mert ugye volt még egy karakterem itt ebbe a tömbbe, és akkor átírtam 3-ra, meg 4-re ezt a két karaktert, és megnéztem, és működött, azért csináltam előtt egy biztonsági mentést, hogyha eltűnne, akkor ne kapjak szívinfarktust. Egy az, hogy nem örülnék neki, a másik meg, hogy elég sok idő volt, míg eddig elhúztam a karaktert. Ezeket a ruhákat biztos nem találnám meg újból, úgyhogy még azt sem mondanám, hogy azért kicseréltem a ruhákat. Mert hát nem, na. Végre van egy értelmes dolog, amit egy szobába. Amit kell csinálni, vagy lehet, hogy ez egy... Ja, csajjal kell beszélni.
Nomad woman. Mi amúgy mit mond? Valami finish, de nagyon nem értettem. Quest is finish, vagy mit? Visszahallgatom, vagy nem tudom, valami. Hát szegény, az meghalt. Ja, hogy ez lett volna a küldetés, hogy... Az a beszélj, barátom. Már megint mit kell csinálni? Nagyon... Aha. Barátom, mit kell csinálni? Még mindig nem az íven nyitom meg az inventory. Na, azt mondjuk nem tudom használni, de azt igen. És ez mi? Ó, biztos le nem cseréljük a terepmintást, csak hogyha valami über durva. Ha, gagyi. Mint a kinézete is. És akkor ez 25, ez 27, ez 22, ez 22, akkor az egyiket kicseréljük. Dün, 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 dün. Mit kell csinálni? Annyira nem szeretem az ilyen küldetéseket, hogy ez nem igaz. Mert hogy... Jó, látom, hogy itt van. Vagy nyissam ki a hordókat, vagy... Mit akar ez tőlem? Igen, jó, ebben pénz volt. Hát ez nagyon néz rám. Lehet oda kell adni neki valamit, vagy... Állj már meg! Na. Hú, kinyitottam. Igen. Beszélek veled. Nem lehet vele beszélni. Te milyen pici vagy? Na. Nem tudom, mit kell csinálni. Beszélek ezzel, beszélek ezzel. Ezzel nem tudok, hát akkor... Egy marad, hát akkor felszínen kell lennie, amit csinálni kell. Jaj, meg ne nyomjam a kikapcsolgomot, már nem örülnek neki. Á, ez miért villog? Ja. Hasítsunk tovább. Azt írja, hogy menjek vissza. Miért? A múltkorinál is pont zsúnya ez volt. Itt. Hogy vissza kellett menni, aztán... Hülyeség. Na. Igen, na akkor... hát... Egy dolog maradt. Elhasítani ebbe az irányba, mert... itt jól néz ki a táj. Hát szőlőt termesztenek, már rosszak nem lehetnek. Ide ne jöjjön hozzám egy szőlő termesztő bankrabló, vagy bankrabló? Rabló. Akkor az nem jó. Na. De milyen kis izé, utacskák. Utacskák? Na, ilyet se lehet hallani többet. Szó nem is lét. Utak vannak itt eltéve. 50. Bukós is. Azt hittem kettőt izé csinálom valamit. Ezt eladjuk, és akkor ezt is. Ó, pedig az amúgy tökre jó néz ki. Ja, hogy csak kicserélni lehet. Á, egy tehén. De. Miért mondok mindent tehént, amikor tehént akarom, akkor izét mondok, szarvast. Egy malac. Odafigyeltem biológia órán. Na, egy kutyaugatás. Egy questet, amit le lehet adni, és gondolom benn van a fogadóba. Ja, hát nem, akkor saját háza, de... De ez most mi? Ezt nagyon nem értettem. Jó, mindegy, oda vissza kell menni. Mert ide még nem adott küldetést, úgyhogy szerintem azok adtak nekem küldetést. Most bemint a pajtá. Mert mindig ott vár, ki lehet nyitni itt az ajtót.
Azt, amennyi pénzt adsz érte, barát vagy, haver. Ja, ennyiért én is ennyit adtam volna. Te meg akarsz ölni, vagy azt akarja, hogy ne legyen nagy rész. Ez most mennyit kell menni? Nézzétek meg, nem pókok vannak, mint a 17-es, én meg 16-os vagyok. Leijászkodok mindenkit. Mert én megtehetem. Na, várjunk, mi a neve? Mi ez? Verb... Úristen! Hú, és nagyon picit megijedtem, hogy mi lesz. Mi lesz a sorozattal, hogy ezért vége lesz. Egy gyors space lenyomással orvosoltam. Szó szerint orvosoltam. Hú, na hogy kell oda menni? Tudtam, hogy én hogy oda be kell menni. Á, nem, nem, nem lehet megkerülni, nem. Nem. De ilyeneket nem tesznek bele egyik játékba se, hogy hegymászás. Ilyen dombokat simán le lehet izé csúszni rajtuk, de egyik játékba sincs. Jó, lecsúszni lehet játékokban, mondjuk Battlefield, vagy COD, vagy bármelyik. Lecsúszni le lehet, de fölmenni már nem. Hát, Istenem, egy ilyenen csak fölmész. Valóságba is, ne mondjátok már, hogy nem. Jó lehet, hogyha pár, mondjuk ott a fegyver a kezedben, meg ezek, akkor lehet, hogy nem nagyon mászkálná, de hát meg lehet csinálni. Kicsit váltunk fegyvert. Jó, jó ötlet volt, ja. Lehet, hogy minden egyes állatfajra ki van találva, hogy mivel kell lőni. Az lehet, hogy az megvan a hatása. Hát ez mondjuk együttés. Ija, meg belelőttem. Jó, mondjuk 105-öt sebez maximálisan. Van olyan, hogy néha többet. Még mondjuk van olyan, amikor egyszerűen elkopik, és nem lehet vele semmit csinálni. És figyeljétek. Ja, hogy már az émtól meghalt. Képességemtől. Remélem olyan küldetés, hogy beszélj egy emberre. Még megértem tényleg, mert ennyi ember között én sem mennék végig, csak egy hőst kell megbízni vele. Mert a jók azok mindig megcsinálják és segítenek az embereknek. És ez... Na, ez mi a jipi? Úgy, mi a földrenged? Mi ez? Minotaurus? Az, hogy eltaláltam, látjátok? Hírozhatok én? Jó, hogy Minotaurus kell ölni? Nem lesz nehéz megtalálni, mert dübörög a föld. Ez mély nyomó. Hasincsunk oda neki. Gondolom a föld alatt van, hát nem csalt a megérzésem. Na, mit tudunk csinálni? Adjál valami új cucc. De mi ez? Mi ez? Nekem kell ilyen, hogy ki tudom tenni a dolgokat. Na, tegyünk Dexterity-re. Ebben a játékban nem lehetne dönthető, vagy ilyen pörgethető kamera nézet, hát játszhatatlan lenne az egész. És miért nem egy labirintusban vagyunk, ha már minotaurusok vannak? Vagy az nem az? De az azt hiszem az. Ú, ezek már ezért tüzet lőnek. Kezd ez nagyon emlékeztetni a Diablóra, nem tudom, hogy miért.
Na, csapjuk szét, mert abban voltak ilyen titkos, nem titkos, hanem ilyen automata szerkezetek, amik öltek téged. Ez a Sacredre annyira nem volt jellemző, hogy ilyen automata szerkezetek voltak benne. A Sacredre az a jellemző, hogy van benne jó nagy sárkány, amit hardcore-ba egyet sem fogok megölni, mert két ütés vagyok és meghalok. Azt úgy kell, hogy veszek 3000 darab potit, és beállítom automata billentyűzetre egy programot, hogy nyomogassa nekem egy másodpercenként a space betűt, és akkor így csapkodja, 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 és soha nem fogy el az egerem, de ez nagyjából olyan 20 másodpercig fog tartani. Ja nem, jó, most mondhatnátok, hogy ha másodpercenként is veszek 3000, akkor az 3000 másodperc, ami... De, sok idő. Nem fogom nektek kiszámolni. Hagyj élvezzem már ki azt, hogy mindjárt iskola, azt még nem kellene számolgatnom. Na barátom, mi van veled? Tényleg mindjárt iskola? Ki is rázott a hideg, nem tudom mi volt, ez nagyon rossz volt. Na, level 18-as, mit csinálsz te itt? Ez a játék meg akar minket ölni. Lehet, hogy így nem úgy van, hogy mint az egybe, hogy kis szintűek, mármint az egybe úgy volt, hogy nem ölnek meg, lepauzézom. Nem lehet én, ha megnyomni a mapot, hát nem. Hogy itt egyes szintűek vannak, vagy egytől ötig vannak. Itt mennyi volt? 15-től 20-as szintig vannak. Itt már itt erősebbek, ezt össze-vissza mindenféle dolgok voltak, de nem így volt szerint. Majd visszamegyek kezdő helyre, és megnézem, hogy ott hány szintűek vannak. Mert ez kezd nekem gyanús lenni, mert hát ennek nem így kéne működnie, mondjuk igaz, hogy jó, de az volt vicces az egybe, hogy oda mentem egyes szintűen, és a túlparton, ugye vízen nem lehet átmenni egyetlen egyik szákredbe se, az ilyen nagy folyásokon, mondjuk azon simán át lehet gázolni, de ő szerintük nem, legyen valami biome elhasító, és akkor ott áll, íjásszal lelövöldözni a másik oldal, és tök jó ott, mert megöltünk egyet, és akkor egyből, mondjuk, felteszem, egyes szintről hármassá átfejlődtünk, és ilyen 20-asokat öltünk, de igaz, hogy olyan 20 év volt, mire lecsaptunk egyet is, mert nagyjából egyeket sebződtek, a másik fele meg miss volt, úgyhogy de jó, mert itt nem kell ugye lőszer a fegyverbe, mármint az íjba, de ez az egy jó, mert úristen, aztán kicsit felgyorsult a beszédem. Ja. Sokat nem ér. Nem, mi a francia nyitogatom itt meg. De egy ilyet tennének bele, hogy föld alatti map. Tudom, hogy van egy ilyen, de hát... Ezt miért nem használom? Arra kell menni. Ezzel szórakoztam múltkor a Pac-Man. Jó. Ja, és amúgy megnéztem, van Pac-Man végigjátszás. Igen. A PS2-s Pac-Man, vagy azt hiszem PS1-re volt. Igen, mert azzal én is játszottam még. És annak a végigjátszása van fönn. Gondolom, ami Avermédiával lehet fölvéve. De... Hoppá. Ennél kicsit ásítottam, mert már este felé vannak, és a fények ilyenkor olyan nyugodtak. És ja. Sokáig csapkodnak még. Ja. Visszatérvén. Igen. Lepauzéztam. És vicces, mert hogyha kilépek a játékba, akkor így szépen besötétül a kép. Nagyon jó.
Mármint úgy kilépek, hogy Ctrl, mi ez? Alt-tab, és akkor ennyi. Na. Hú. És ilyenkor visszavilágosodik minden. Na. Hogy ölnek? Na. Meg kellett nézni a képviselő Fangnak a receptjét, úgyhogy addig is egy... Addig is, ja. Úgyhogy valakiben felkeltettem a vágyat, hogy képviselő Fangot egyen, akkor tegye meg. Kegyetlen finomat szoktunk mit csinálni. Úgyhogy már minek nézem a mapot. Hát, ja. Itt amúgy mit kell csinálni? Minotaurusokat ölni? Amúgy megvolt az 5 Minotaurus, vagy 8. Túl sok kérdést teszek fel egyszerre? Igen. Na. Tam. Az a baj, nem tudom megnézni, mert ez a vacak cuccos. Nagyon nem mutat semmit, ez a quest, hogy... Na, egy új kiút. Ja igen, innen még vissza kell jutnom oda. Aj, gratuláltam magam, na. Ah, jó van. Na, itt megnézzük, hogy megölzük azt a 8 darab Minotaurust, mert hogyha megöltük, mert nem jelezőn cuccalott fönn. Téged tudod, mivel kell ölni? Karddal. Na. Figyeljétek az életét, mennyire megy le. El se találom. De annyira jöttem rá, hogy ne tegyem annyira közel az arcocskámhoz ezt a szép mikrofont, mert hangos. Mert 58 decibel az elég szép hangosításnak, úgyhogy egy 3 centivel, hát remélhetőleg ennyi elég lesz, hátrébb tettem. A hangja elég gyönyörű. Jó, tudom, van ennél jobb, de igen, azon meg kell barátkozom, hogy tényleg ilyen hangom van. Miért kalapálnak még mindig? Jó, ez egy ilyen kirohanás volt magamból. Na, itt kihasítunk, és... Igen, 26 percnél járunk. 26 és fél. Hödde. Most menjek vissza, hülyéskedt! Ha-ha-ha-ha, erre nem gondoltam. Meggondolom a gép se, hogy én itt szépen visszateleportálod. Hú, tényleg ne nyomja meg a kikapcsoló gombot. Da-dan-dan-dan-da-dan-dan. Pauze. Gyilkos pókok támadása. Csinálok egy ilyen filmet, már én szakredbe, hogy... Gyilkos pókok támadás. Ezt az utat, mintha már bejártam volna, hát nem. Dün-dün-dün-dün-dün. Aha, így kell csapni, látjátok? Egy varázslat meghat. Kíváncsi vagyok, hát mennyi lehet már, amennyi... Ez melyik? Ja, hogy 6-on van. Mennyit sebez? Jó, nem csodálom, hogy meghalt. Azta, az gyönyörű! Ez még mindig... Ja, hogy már ez is 6-on van. Igen, ha nagyon sokat használom a képességet, akkor ez a szép kis zöld... zöldség... vagy zöldség be fog tölteni, és ilyenkor tudok egy pontot rátenni. Oda, arra a szépre, ki tudom választani, hogy ezt majd megmutatom nektek, majd a végén, a másik karakteremre. Hogy már abba a kalapálást! Ó, oh, de rendben, jó van. Na. Na. Dün, 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 hasítunk. Amúgy nem nagy cucc ez a mikrofont, egy unboxing videó. Nem mondom el, megmutatom. Majd ott szépen.
ez várhatóan tényleg holnap fog felkerülni, szerintem a videó is, mert ide kell átrönni. Megkapom azt a 3000 pénzt, amit ígért nekem. Hogy kapjam meg? Meg is kaptam. De hát miért van itt még egy ilyen... Hát de megcsináltam. Ez a játék bajosabb, mint a izé. Mestelevész. Jó van. Visszateleportálok ide. Mert ez a legközelebbi hely, ahova vissza tudok teleportálódni. És a következő részben elmegyünk ide, meg látogatjuk ezt a szép kis helyet, és beütjük azt ott. Úgyhogy, ja. Hát nem, nyugodjatok meg. Átváltok izére, Stalisra. Új, de milyen szép, simán fut. Ja, Stalisra, nem? Ah, nagyon szépen néz ki, ugye? Nagyon keveset dolgoztam rá, tehát undorító, ahogy kinéz. Fúj! Ez a játék, nem tudom, hogy kiknek a számára készült. Na. Itt van Stalis. Egy high gap. Neki már ugye kombói vannak. Igen. Ezzel csak itt tartok. Ó, milyen szép. Na. Nem sokat haladtam vele, ezzel szoktam játszani, amikor így nem nagyon akarom videót venni. És ennek már itt kivannak téve ilyen pontok. Mert ezt a képességet bele van téve kombóba, és így ez a két képesség van beletéve. Ezt a legelején nagyon sokat használtam, itt is kín van, és azért betöltött ez a cucc. Ennek van a legértelmesebb dolga, egy ilyen kis minion, amit le tud hívni. Itt van, és ez harcol velünk, meg van egy ilyen pajzs, ami hát véd minket. Egy ilyen aura. És ha nagyon sokat használjuk, akkor ez a csík betölt, ez elkezd fölfelé menni, és kapunk egy ilyen pontot, amit ki tudunk tenni. És én szépen kitettem, és használom is. Ennek mondjuk milyen cuccai vannak. Hát ja, jobbra nem tellett. Milyen szépen el van rendezve ez a másiknak ilyen jumbo hardcore. Olyan dolgok vannak, hogy nem is tudom. Na, úgyhogy én Máté voltam, nem ezzel fogok elköszönni. Úgyhogy én Máté voltam, lehet védekezni, figyeljétek, suhintás. Köszönöm a figyelmet, és sziasztok!